fogadható szakák tisztújító közgyűlésén veszünk részt itt Budapesten a Nemzeti Lovardában, és 164 egyesület képviseltette magát ezen a szavazáson. Úgy gondolom, nem kell téged bemutatni a Rider Line nézőjének. Lázár Zoltánnal beszélgettünk, a modern magyar fogadhajtás egyik legnagyobb alakjával, aki 97 szavazattal a szakbizottság tagja lett. Ezután is gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Kérjük, mesélj a szakbizottságon betöltött szerepedről. Azt hiszem, hogy ez egy történelmi közgyűlés volt, majdnem közel 100% helyett a sportegyesületeknek, és hát az érezhető, hogy a reformot is magával hozza. És én az előző szakbizottsági 4 évben is ott ültem, a szakbizottságon is most is ott fogok. Én most jelenleg aktív sportoló vagyok, és mindenféleképpen a versenyzői képviseletet fogok gyakorolni a szakbizottságon belül, hisz egyedül vagyok. Ha élvonalbeli hajtó, nekem elsősorban az a feladatom, hogy a versenyzőket képviseljük. A második feladatom, nekem még 1-2-3 éven van a versenyző pályafutásomból, még valami sem tudom, hogy a fiatalokra, az utánpótlásokra és a példaképekre odafigyeljek. Úgyhogy én teljes erőmmel mindent megpróbálok annak érdekében, hogy továbbiakban is szárnyaljon a magyar fogadhajtás, és minél több aranyérmet szerezzünk Magyarországon. Ugye hajtóként hihetetlen sikereket érti el, most a szakbizottságban vállaltál szerepet, egy új szerepkörben is láthatunk majd téged, mint edző fogsz megjelenni a fogadhajtásban. Többször voltam már a kettes fogadvállalatoknak edzője, Tóth Tamás szövetségi kapitánnyal együtt dolgozván. A tavalyi évben is Hollandiában megrendezett kettes fogadhajtó világbajnokságon én voltam a csapat edzője, és jó néhány fogadtal is együtt dolgoztam. De nyilván nagyon nehéz és nagy feladatot rót rám, hisz nekünk az Európa bajnokság volt, amire készülünk kellett, és mindössze egy hét két különbséggel, alig értünk át egyik versenyre a másikra, egy hét különbséggel rendeztünk a világbajnokságot. Én azt hiszem, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljen a csapatot. Egyéni arany és csapat arany érmet szereztünk, tehát fantasztikus, és 9 fogadtal részt vettünk ezen a világbajnokságon, és hát büszke voltam nagyon magamra, hogy én ott magyar vagyok, és magyarként állhatok ott a pályaszélén, és a magyar himnusz szól. Felállt az új szakbizottság, új tagok, új elnök. Mit gondolsz, mik lehetnek a legnagyobb, legújabb célok? Már beszéltünk is, jövő héten találkozunk, és hát fel kell kezdenünk dolgozni, kiosztjuk egymás között a feladatokat, és hát tudjuk és érezzük azt, hogy picit a Covid helyzet azért nehezített az elmúlt 2 évben a munkánkat, tudjuk, érezzük azt, hogy mik a célok, és nekünk igazából ezt a utat kell majd azokhoz a célokhoz meghatároznunk. És hát én úgy érzem, hogy mindent meg fogunk ennek érdekébe tenni.